Boldog új évet Magyarország és benne Nagy Kovácsi, hiszen a mostani vendégemmel, Kollas Péter barátommal, mind a ketten Nagy Kovácsiban vagyunk néhány utcával arrébb, de hát az interneten keresztül kapcsolódunk most egymáshoz. Pétert hívtam az év utolsó vendégeként a heti kettes új helyi sorozat beszélgető sorozatba, és hát nem tudom, hogy vidámak leszünk, vagy borúsan zárjuk az évet, de minden esetre köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm a lehetőséget. Péter nevét sokan ismerhetik, de biztos összekavarodik az emberek fejébe, hogy akkor most melyik Horgas Péter a vendégem. A közéleti civil aktivista, aki nem hiányozhat egyetlen egy civil megmozdulásról, olyan programról, ahol gyűjteni kell szegény gyermekeknek, ahol meg kell szólalni a jogállamisággal kapcsolatban, ahol föl kell emelni a szavát a színművészeti főiskolával kapcsolatos események tüntetésein. Péter mindenhol ott van, de hát a színházban járók meg onnan ismerhetik, hogy jelmeztervező, díszlettervező, látványtervező, közel 200 alkotásnak a részese. Úgyhogy megtisztelő, hogy itt vagy most velem. Melyik énedet vegyük a mai beszélgetésbe elő? A civil aktivistát, vagy a művészember? Szerintem legalábbis amire én jó néhány évvel ezelőtt rájöttem, azt hiszem, hogy ez nem választható el. És tulajdonképpen volt egy-két nagy, talán ilyen fordulópont az életemben, és azok pont erről szóltak, hogy nincs ilyen, hogy egyik kalap, másik kalap, egy kalap van. Szerintem, hogyha ez érdekes, akkor beszéljünk Horváth Péterről. Aztán majd kiderül, hogy ki ez az ember. Figyelj, annyit tennék hozzá, hogy én már képzeld el, 25 éve nem terveztem jelmezt, tehát én alapvetően diszlett és látványtervező vagyok, vagy tervező, ez a legegyszerűbb, de hogy most néhány hónappal ezelőtt, 25 év után újra jelmezt terveztem, és hát őrületes élmény volt. Jó volt. Csak a pontosság kell. Készültem egy merénylettel ellened, hogy fölpörgessük az otthon ülő, lenyugvó pillanatokat. Képzeld el, a lányom kapott a karácsonyra egy társasjátéknak a része ez. Zseniális. Igen. A 4 éves kislánynak úgy mozgatja meg az agyát, igen, hogy az hihetetlen. Kártyákat kell húzni, és azon van egy viszonylag egyszerű kérdés, de mindössze 5 másodperc van arra, hogy az ember válaszoljon a legegyszerűbb kérdésekre is. Én még ott is megakadtam egy pillanatra, amikor a születési dátumot kellett hirtelen elmondjam a 5 másodperc alatt. Úgyhogy most picit játszunk, hogyha nem haragszunk. Fogod hallani a hangját. Csak azért, hogy lássuk, hogy gondolkodik Horgas Péter. Kedvenc 3 színházi darabod, amiben valamilyen módon tevékenykedtél. Hát csak tervezőként alapvetően a Cvarmis. Látod? Igen. Látod, mi milyen felnőttek, mi mire elkezdünk gondolkodni, addigra le is megy. Hát persze, mert ezek ilyen, szóval ezek mindig felelősségek, hogy miket jelölsz meg. Hát hogyne. Egy gyereknek sokkal kevesebb, persze. Hát gondold meg, István, hogyha abból a 200 előadásból, vagy ami most már sokkal több, mondjuk ki az, akiket egy ilyen pillanatban kiemelsz. Hát ez mindig annyira változó, meg fontos üzenet is. Na jó, akkor figyelj, térjünk rá a 2021-es évre, hiszen végig valamilyen módon évet zárunk, és akkor könnyítek, a 4 éves gyermeknek 3 dolgot kell mindig felsorolni, de nekünk így 40 felett, akkor legyen csak 2 dolog, jó? 2021-es év legkiemelkedő számodban legjelentősebb közéleti eseménye, 2021. A civil bázis létrehozása és az előválasztás. Majdnem belefértünk, akkor most az utolsó jön, csak azért ne ezzel szórakozzuk el a napot. Én egyébként tegnap szerintem órákon keresztül játszottam a gyerekkel, és zseniális volt. 2022, 2 legfontosabb számodra kiemelkedő dolga, amit vársz az esztendőtől.
Van egy film, amit most fogok elkezdeni, amiért tegnap Bécsbe jártam, és hát persze a választás. És akkor rögtön a két énem, a két énem ugye, ugye? Szabad tudni többet a filmről? Mi a film? Azt hiszem nem szabad, azt hiszem nem szabad, hát ilyenkor szerződés köti, de egy nemzetközi koprodukcióba fogok részt venni, úgy tűnik, igen. Na, gratulálok, ez köszönöm. Jó hír. Nézted most egyébként sok vitát kiváltó Netflixen futó DiCaprio filmet? Igen, Ne nézd fel, és neked mi a véleményed? Lehet, hogy nem ez volt a beszélgetésünk eredeti célja, de minden Facebook csoportban és mindenhol most éppen igen, a kivitatása zajlik. Nekem tetszett, alapvetően tetszett, és nagyon fontos filmnek gondolom. Igen, én azt hittem, hogy szakmabeliként te ezt egy kicsit jobban leszólod. Igen, szerintem ez egy, azt gondolom, hogy azt, hogy ezt az amerikaiak meg tudták és megmerték lépni, az egy nagyon nagy dolog. Ők nagyon sokszor egyébként ezt bizonyítják, hogy számukra mennyire fontos a szólásszabadság, a sajtószabadság, a vélemény nyilvánítás szabadsága, és feltehetően ez egy olyan kultúrkörből jött, amit mi sokkal kevésbé értünk, de mégis szerintem azon túl, hogy saját magukat merik kinevetni, azért itt ez szerintem egy léptékkel más, és én valóban ezen tudom ezt így külön választani. Elképzelhető, hogy szakmailag, hogyha másodszorra, harmadszorra megnézem, akkor vannak kérdések, hogy hosszú, hogy néha didaktikus egy-egy szövegrész, de maga az az üzenet és az a kétségbeesettség, ami árad a filmből, az szerintem nagyon fontos, és azért, hogyha belegondolsz mondjuk abban a jelenetben, amikor a Capri ott a stúdióba kiborul, az biztos, hogy egy nagyon fontos pillanat mindenféle értelemben, és azt gondolom, hogy ebben a tárgykörben nem lehet külön választani, hogy vannak művészi, szakmai és emberi. Tehát ez egy olyan jellegű probléma, amiről a Caprio beszél, vagy amiről a film beszél, és nyilván ebben nagyon sok mindent be lehet helyettesíteni, közhelyszerűen talán leginkább a klímavédelmet, hogy az nekem engem nagyon megrendített, és akkor egy idő után már nem érdekes, hogy én most művész, vagy alkotó, vagy szakember vagyok. Most megleptél egyébként, lehet, hogy újra nézem a filmet, és teszem előre, keresztül próbálom ezt tenni. Most már itt vagy. Engem nagyon Neked nem tetszett? Nekem nagyon nem tetszett, mert számomra annyira súlyos a téma, annyira fontosnak tartom azt a kérdéskört, amit ez körbejár, hogy a közösségi médiának, a felgyorsult világnak, a bulvárvilágnak, az emberek nem tődömségének, és a politika, és a gazdaság, stb. Igen. Állapotának köszönhetően azt se vesszük észre, hogyha egyébként elpusztulunk 6 hónap alatt. Annyira fontos számomra a téma, hogy borzasztóan utáltam, hogy ennyire megpróbál a vígjáték, hol cinikus, hol irónikus, hol gagyi módon megpróbál a témába csempészni valami humort, akkor vagy legyen egy vígjáték, vagy legyen egy dráma, mert egyébként maga az üzenet és a forgatókönyv szerintem zseniális. Na mindegy, akkor újra nézem. Hatalmas viták kövezik, úgyhogy kedves nézőink, aki még nem látta, nézze meg. Annyit egyébként megtudhatok, hogy tartalmában miről szól a film, amire te készülsz? Tehát, hogy közéleti tartalom, vagy... Nem. Ilyenkor azért nem merek többet mondani, jó, mert, oké, akkor engedjük el. Mert nem tudom, hogy a szerződésem, amit még egyébként csak jövő héten fogok aláírni, nagyon gyorsan és hirtelen kerültem a filmbe, hogy az mit tartalmaz, csak nem akarok előre menni, de egyébként annyit elárulhatok, hogy ez Bécsben játszódik, és századfordulón. Hú, izgalmas időszak a magyaroknak is, és a világnak is. Figyelj, Péter, eredetileg azért hívtalak, mert a művészeti munkád mellett tényleg te vagy azon kevés kulturális közszereplők egyike, aki nagyon határozottan felvállalja a véleményét.
és nem csak egy-egy interjúban vagy egy Facebook posztban rendezi le a kihívásokkal kapcsolatos kritikáit, hanem elképesztő sokat dolgozik. Azért találkoztunk néhány héttel ezelőtt, mert mint civil mozgalmár, aktivista, akartál rajtam keresztül is eljutatni a politikának fontos üzeneteket. Én akkor egyébként félreértettelek, ezt most így a nyilvánosság előtt bevallom, mert én azt hittem, hogy te mint civil keresel meg, és mint civil polgár beszélgettünk, aztán rájöttem, hogy valójában a civil bázis nevében, tehát egy nagyon széles civil összefogás nevében mondtad a magadét nekem nagyon helyesen. Beszéljünk egy kicsit a civil bázisról, mert lehet, hogy nem minden nézőnk ismeri. Mi a célja a civil bázisnak? Miért alakultatok? És hogy látod a 21-es évet, hogy sikerült-e annyi embert megszólítani a civil világból, ahányat terveztetek? A civil bázist nagyjából egy évvel ezelőtt kezdtük el, akkor ugye a járvány kellős közepén különböző ilyen hasonló zoomos beszélgetéseket szerveztünk, csak ezeken 10-15 ember volt. Általában egy-egy konkrét közösséget szólítottunk meg, ebbe tényleg mindenféle vagy foglalkozásra, vagy helyileg összeállt közösségről volt szó, és azért kerestük meg őket, mert egyszerűen kíváncsiak voltunk, ezt két-három barátommal kezdeményeztük, egy baráti beszélgetésből született az egész, hogy vajon Magyarországon, és főleg a 19-es önkormányzati választások után, mi van azokkal a honfitársainkkal, akik azért szerveztek egyesületeket, közösségeket, hogy az önkormányzati választásokon polgármestereket vagy képviselőket küldjenek. De ez olyan civil szervezetek, akiknek van valami... Akik erre alakultak. Így van, akik erre alakultak. Fontos kérdés. Így van. Tehát magyarul olyan állampolgárok szövetségéről, közösségéről van szó, akik egyértelműen politizálni akarnak, politikával akarnak, képviselettel akarnak foglalkozni. Illetve olyanokat is megkerestünk, akik már régóta ezt űzik, de ugye a civil törvény miatt elsősorban, illetve az elmúlt évtizedben kialakuló egyre erőteljesebb félelem miatt nem vállalták, vagy nem tudják vállalni azt, hogy ők igenis politikával foglalkoznak, miközben egyébként alapvetően az a fő tevékenységük, mint civilek. És hogy ők hogy gondolkoznak, hol tartanak. Van-e ebben a társadalmi szférában elég erő mondjuk ahhoz, hogy egy önálló politikai közösséget alkossanak, és egyértelműen az volt, és a beszélgetésekből alakult ki maga a kifejezés is, hogy szükség lenne egy politikával foglalkozó civil bázisra. Igen. Nagyságrendileg Magyarországon hány olyan település lehet szerinted, ahol van ilyen típusú kis mag? És az mindegy, hogy három ember Remete-Szőlősön, 30 ember Nagykovácsiban és 300 Szegeden. Nagyságrendileg hány településen lehet ilyen? Biztos, hogy több száz. Nem tudom. Biztos, hogy több száz. És ugye vannak, akikről minden politikai oldal, közösség álmodozik, ez a úgynevezett harmadik erő, hogy ez hol van, hogy ez milyen. De tényleg először csak egy ilyen, majdnem, hogy ilyen öntevékeny kutatásba fogtunk, csak aztán ez teljesen egyértelmű lett, hogy hát erre baromi nagy szükség lenne, illetve arra, hogy ez a politikai szféra, ez a civil szféra, ez rendelkezzen önálló politikai erővel. Tehát magyarul ne a pártokon keresztül juttass el a különböző kéréseit, véleményeit, hanem hogy itt feltehetően már felhalmozódott az elmúlt évtizedekben Magyarországon egy olyan érték, egy olyan tudás, ami most már politikai hatalmat követelne magának. Milyen érdekes, hogy egyébként ezt az egészet hogy kifigurázva, és az egész jelenséget, vagy a dolognak a valódi tartalmát tönkretéve csinálják a CÖFF-öt, ugye a Fidesz holdudvarában, ami ráadásul milliárdokat
ha nem is jut milliárdokhoz, de milliárdok felett gazdálkodik és osztja a Fidesz civil háttérországában. Így és van. A másik, a politika demokratikus oldala pedig kifejezetten távol tartotta magát eddig ezektől az egyesületektől, vagy meg sem alakultak ezek az egyesületek sok helyen, mert legyintenek a civilek, és nem tudnak, nem akarnak beleszólni a közélet folyamatába. Igen, csak hogy éppen azt mondom István, hogy szerintem nagyon sokan meg igen, és túljutottak. Nagyon sok fajta oka van annak. Ugye is volt még egy másik folyamat, ami nagyon érdekes, hogy nagyon sok politikus az elhagyta a pártját, és alakított akár magának, vagy maga körül alakult civil egyesület, és ezt mind a két oldalon, a két nagy politikai tömb oldalán ez tapasztalható volt, és ezekre egyszerűen csak kíváncsiak voltunk, hogy miért van ez, mi az oka annak, hogy például Magyarországon rendkívül alacsony a párttagok száma. Miért van ez? És mivel alapvetően és jellemzően olyan emberekkel kezdtünk el beszélni, akik elkötelezett hívei egy változásnak a jövő évi, a 22-es választások kapcsán, de rendszer szintű változásba gondolkoznak, tehát nem csak egyszerűen kormányváltásba. Így aztán tavasz folyamán nagyon, hát olyan egyértelmű volt, hogy akkor ebből legyen legalább egy ilyen formalizált társaság, ebből lett a Civil Bázis Egyesület, és abban biztos, hogy nagyon meghatározó szerepe volt, hogy akkor elkezdtünk előadásokat tartani, tulajdonképpen ilyen alapozó előadásokat, hogy hol tart ma Magyarország, és arra is, hogy milyen Magyarországot szeretnénk, meg tudjuk-e fogalmazni, és ebben biztos meghatározó volt Vörös Imre, volt alkotmánybíró előadása, és ez annyira megrendítő és katartikus volt, hogy ki is jelölte tulajdonképpen egy ilyen fő csapás irányát a bázisnak, hogy a jogállamisági kérdésekkel szeretnénk, mint alapvetésekkel foglalkozni. Pont ezt értettem félre a múltkor, amikor beszélgettünk, mert hogy én azt nem értettem, hogy Horgas Péter jelentős színházi kapcsolatrendszerrel és névvel rendelkező alkotónak miért a legfőbb problematikája most az alkotmányozás folyamata, és ezen vitatkoztunk egy sort. Mert én meg azt gondolom, hogy most akkor, amikor minden idegszálunkkal arra kellene koncentrálni, vagy kell koncentrálni, hogy elérjük azokat is Magyarországon, akik még valami fajta fideszes narancs ködben vannak, és nem látják a valóságot, hogy az ő figyelmüket felhívjuk arra, hogy mi a tétje a választásnak, aztán az alkotmányozás folyamatát meg majd rendezze valahogy a igen, szakértő. Igen, csak István, pont erről van szó, hogy addig, amíg nem képződik egy olyan üzenet, amíg nem tudunk megfogalmazni, hogy egyébként milyen keretek között szeretnénk élni? Mi az ajánlat egy jobb Magyarországra? Konkrétan. Nem általánosabban. Nem érdekli jobban a társadalom nagy részét az a tevékenységed, amit egyébként rengeteg újságcikk is született. Igen. Amikor ugye Heves megyében, segíts Tarna. Tarnabod. Tarnabod. Aragon? Igen. Amikor elképesztő energiával gyűjtést szerveztetek a gyermekszegénység, a hátrányos helyzetű családoknak, az éhezőknek a megsegítésére. Hát hány ilyen akciót volt, gondold végig az elmúlt években, hogy tényleg hihetetlen mennyiségű, és nagyon-nagyon konkrét sok tízezer családon tudott a civil kör és te magad is segíteni. Én ezt ma fontosabb kérdésnek tartom a mai Magyarországon. De István, ez ugyanaz. Ez ugyanaz. Pontosan erről beszélek, hogy mindaz, amikor azt mondom, hogy a civil szektorban az elmúlt évtizedekben, és nem csak az elmúlt 12 évben, az elmúlt mondjuk 32 évben felhalmozódott egy olyan tudás, olyan sok jó gyakorlat, és ez 32 év alatt nem tudott beépülni a magyar államigazgatásba, az magyar állam szervezésébe,
ezek nemzeti kincsek, ezek őrületes tudások, nagyon nagy erőforrások. És amikor Tarnabodról beszélsz, ami egyébként az egy ilyen projekt, hát pont ott tanulja meg az ember, hogy igenis lehet a máltai szeretett szolgálattal együttműködni, lehet a fideszes önkormányzattal is, muszáj is, mert nem élsz ott. Tehát amikor gyűjtesz, vagy segíteni próbálsz, akkor az egy felelősség is, hogy egyszer csak elkezdesz bemenni emberek életébe, megismered őket, de nem tudsz ott élni, hiszen pont azt a hátteret, amiből a gyűjtést meg tudod szervezni, azt fönn kell tartanod, magyarul kell színházba, filmben, stb. Helyen dolgozni, hogy aztán tud majd ezeket a segítségeket begyűjteni. Na de hát rengeteg olyan csodálatos kezdeményezést, akciót, projektet láttunk és tanultunk meg, ami ilyen hasonló összefogásból jött, és valóban konkrétan életeket ment. Tehát nem átvitt értelemben, hanem konkrétan életeket ment, de rendszer szinten kell ezt tenni. És erre csak az állam és csak a politika képes, mert az egy idő után gazemberség azzal visszaélni, hogy Magyarországon rengeteg nagyon jó érzésű ember van, és ezt a mentést, ez az utolsó pillanat utáni mentést, ezt elvégezzük. Ez nem egy normális állam működése. És ez nem az elmúlt 12 évről van szó. Még egyszer nagyon fontos. Az elmúlt 32 év alatt ezek a tudások nem tudtak beépülni. És mi ezt vettük észre, hogy ebben a civil szektornak már van egy olyan rétege, amelyik azt mondja, hogy mi már annyit tudunk, hogy szeretnénk, követeljük, elvárjuk, hogy ezek a tudások nem magunk miatt, hanem azért a sok-sok százezer millió honfitársunk miatt ezek épüljenek be, mert nem csak a jó szándékról és a morális kérdésekről van szó, arról is egyébként, hanem az, hogy ezt a terhet, egy ilyen terhet, ami ezzel jár, egy ország, egy normális ország nem tudja ilyen sokáig magával hordozni. Őrületes erőforrásokról mondunk le. Tehát ez egyfelől egy morális kérdés, és egy gazdasági, és hát akkor kanyarodjunk vissza, egy kulturális kérdés is. Na, ezt akartam mondani, hogy valószínűleg itt van, amiben ugyanazt gondoljuk az ügyről, hogy, és megtaláltam az összekötő kapcsolat, hogy egy normális országban a kormányzat és az önkormányzatok két kézzel kapkodnak az olyan civilek, egyének és civil mozgalmak, közösségek után, akik hajlandóak besegíteni, de az állam erőforrásait és az állam infrastruktúráját is használva, de hajlandóak besegíteni, mert nem hivatali munkát végeznek, hanem szívből, lélekből karolnak föl, az utcáról felszedve a problémákat hoznak be, megoldandó kérdéseket, legyen ez zöldügy, legyen ez gyermekvédelem, legyen ez egy település képének, lásd Nagykovácsiban, ahol rengeteg vita övezi a civil szervezetek megmozdulásait Nagykovácsi településfejlesztési kérdéseiben. És az a probléma, hogy az elmúlt időszakban, ebben az elmúlt 10 évben egészen biztosan, de igazad van az elmúlt 30 évben, ahogy Magyarországon a szakszervezeti mozgalmak elgyengültek, nincsenek igazából ifjúsági szervezetek, nincsenek nagy gyermekszervezetek, nincsenek komoly nagy civil szervezetek, vagy akik vannak, azok nagyon kis erőforrásból és taglétszámmal működnek. Elszoktunk attól, hogy egyébként valóban egy modern államnak a működtetésében a civil szervezetek azok egy fontos bázist jelentenek, egy lábát jelentik a közös boldogulásunknak. Én meg abban vagyok szkeptikus, hogyha egyébként nem váltjuk le a hatalmat, akkor nem fogjuk tudni ezeket az erőforrásokat hosszú távon használni, mert láthatóan a Fideszt ez idegesíti, nem véletlenül kellett a norvég alapot elutálni, nem véletlenül kellett fideszesíteni az összes egyébként még az államban meglévő civil forrást. Azt mondd meg, Péter, mert hiába beszélgetünk most órákat, valószínűleg így szilveszter kora este nem fogjuk sokáig lekötni a
hallgatóinkat, nézőinket, Igen. hogy visszatérve egy kicsit a politikára, meglehetősen szókimondó szoktál lenni, én emberről kapsz el engem néha, rövid, és rövid az élet. Rövid az élet, hogy mellé beszéljünk. Teremtesz le engem, mint hivatásos politikust. Hogy látod a tavaszi 3 hónapot, hogy van esély arra, hogy megmozdítsuk a társadalmat? Például Szél Dettinek, akinek a kampányát te is segíted, meg ti is segítitek a Buda környékén. Mennyire van esély arra, hogy meg tudjuk mozdítani az országot? Hát nyilván, hogyha nem lenne esélye, akkor nem mozdulna meg az ember, vagy hát akkor legalábbis... Te akkor is. Te akkor az, hogy egyedül állnál valahol. Több kétsége lenne az embernek, de az is inkább csak a demokratikus gondolkodása miatt, mert lehet, hogy akkor esetleg valamit nem jól lát. De hogy én azt gondolom, hogy amikor azt kérdezett, hogy vagy ki visszakérdeznék, hogy amikor azt kérdezed, hogy van-e esélyünk, akkor kire gondolsz, hogy így a magyar társadalomnak? Az országnak. Én azt gondolom, hogy lesz. Szerintem nagyon, nagyon felfokozott 3 hónap elé nézünk. Nagyon félek attól, hogy nagyon sok ocsmáság fog megjelenni, és mint kultúrával foglalkozó ember, hát nyilván ez nagyon aggaszt. Ebben is azt gondolom, hogy a civil társadalomnak van felelőssége és feladata, hogy az ocsmánságot azt minél inkább hátra tolja, és egy-egy politikusban az embert is meglássa és megvédje. Én nagyon bízom nem csak a kormányváltásban, hanem a rendszer szintű változásban. Ez egy folyamat, amiben az ellenzék elindult, és feltétlenül, ezt ugye mindig neked is el szoktam mondani, hogy az, amit a 6 párt egyébként az előválasztás kapcsán, vagy az elmúlt 1 évben tett, én azt egy politikai tettnek, azt egy teljesítménynek tartom, de ez nem elegendő. És azt is nagyon fontosnak tartom, hogy legyen a társadalomban arra készség és figyelem, hogyha a kormányváltásra kerül a sor, akkor mi lesz azokkal a honfitársainkkal, akik ezt traumaként fogják megélni. Tehát az biztos, hogy ez a választás, ez a társadalomnak egy jelentős részének nagyon nagy trauma lesz. Nem gondolom, hogy feltétlenül tudom, hogy politikai, stratégiai szempontból nem ez az első rendű feladat, hogy most akkor mi lesz azokkal, akik veszítenek. De, vagy úgy élik meg, hogy veszítenek. De az, amivel mi is foglalkozunk, és mi is valljuk, az egy olyan fajta üzenet, tulajdonképpen az a jólléti társadalomnak az üzenete. Tehát egy olyan változás, amit közösen 32 év alatt közösen tapasztaltunk meg, ki így, ki úgy, de a mi ajánlatunk, vagy a mi vágyunk, az egy olyan jól léti társadalom, ami mindenkinek sokkal jobb. Ebben jelenleg én azt hiszem, hogy a civil szektor tud hitelesen megszólalni, tud segítséget, szakmai segítséget nyújtani az elmúlt 32 év alapján. Most az, hogy ezt melyik politikai tömb veszi magára, melyik figyeli meg, melyik érti meg, melyik tud ebből olyan üzenetet formálni, ami reményt ad, ami a biztonság érzetét megadja az embereknek, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy a másik is ember, van családja, van múltja, vannak gyerekei. Hogy nem gyalászkodunk, és nem félelmítjük meg honfitársainkat politikai, nagyon rövid távú politikai érdekek mentén, hát erről aztán te bőven tudsz beszámolni, hogy tiszteletben tartjuk a gyerekek jogait, hogy megértjük azt, hogy a mi generációnk István mennyit vett el a földből, a világból, és hogy ezt hogy lehet reparálni. Na most visszatérve az amerikai filmre, ezek hónapok és évek kérdése. És hogyha ebben mi nem teszünk meg mindent, hogy megóvjuk nem csak Nagykovácsit, a kastélyt, a fákat, hanem,
hanem Magyarországot, Európát. Ha nem értjük meg azt, hogy Európának milyen súlyos bűnei vannak mondjuk a Közel-Keleten, és hogy miért vannak itt ezek az emberek, és hogy ezek hogy használja őket a mindenkori politikai hatalom. Hozzáteszem, ugye a menekültekről beszélünk, ezeknek a fele gyerek. Tehát, hogyha itt egyszerűen nem fogalmazunk meg a legegyszerűbb hitbéli és legalapvetőbb emberi elvárásainkat, akkor az, ami következik, attól félek, hogy az senkit nem kímél. És mondom, szerintem erről szól a film, hogy amikor egy vezető politikus azt tudja kérdezni, mondjuk a klímavészhelyzet kapcsán, hogy tiltsuk be akkor az időjárást. Ez egy olyan méreg, ugye Schmidt Máriáról beszél, ez egy olyan méreg, ami felbecsülhetetlen. És nagyon aggasztó. És természetesen ugyanez van a másik oldalon is. Csak én azt gondolom, hogy ebben a tekintetben gondolom azt, hogy normalizálnunk kell az országot. És persze, hogy van remény. Én igen, a kérdésedre válaszolva azt gondolom, hogy igen, nagyon fel fog fokozódni ez az elkövetkezendő 3 hónap. Ha van arra esély, hogy mondjuk egy olyan közös üzenetet tudjunk megfogalmazni, amiben mindenki békében élet, akkor az jó. Akkor annak van értelme. Én olyan országban szeretnék élni, amiről te beszélsz. Környezetemnek, családomnak, gyermekének mindig azt mondom, hogy csak akkor tudunk boldogok lenni, hogyha mindenki más is boldog. Ez az én baloldali örök eszmefuttatásom. Nem tudok úgy boldog lenni, hogyha egyébként mások nem azok. Arról az jut eszembe, hogy egyszer, amikor az elhíresült fekete ruhás ápolónővel együtt dolgoztam, akkor azt mondta egyszer nekem Mária, hogy tudod, engem nem érdekel az, hogy boldogon éljünk ebbe az országba. Én csak szeretnék békében együttműködve együtt élni. A boldogság az egy nagyon fura, talán személyes történet. Nem, nyilvánvalóan mindannyian vágyunk erre, de az egy személyes történet. Én is azt gondolom, hogy én már abban is kiegyeznék, hogyha békében tudnánk egymás mellett élni. Én meg ragaszkodom ahhoz, hogy azt mondjam neked és mindenkinek, hogy boldog új évet! Boldog új évet! Csak hogy keretezzük a beszélgetést, és az egész családodnak, talán kevesen tudják, de van egy fantasztikus feleséged, színésznő, aki mindenki Bohóc doktora, innen ismeri, Stracciatella néven az ország, és vannak hihetetlen komoly karriert befutott testvéreid, ugye Horgas Eszter, van a Horgas Ádám, most Szegeden, az én Szegedemnek az egyik büszkesége. Judit, bocsánat, én Júliára emlékeztem el. Édesanyám Levende Júlia. Ja, így van. Úgyhogy egy fantasztikus család, és köszönjük szépen a családnak, hogy adott nekünk egy Horgas Pétert, aki emlékezteti a politikát mindig arra, hogy nem csak politikai csetepatik, szkanderek vannak, hanem ennél sokkal többről szól a közélet. Én igyekszem ezt megfontolni, ezért is gondoltam úgy, hogy veled zárom ezt az évet, a 21-es évet, és kívánok mindannyiunknak egy békés és stabilitást hozó, és valami pesgést, inspirációt és sokak álmát megvalósító 22-es évet. Vigyázzanak magukra éjszaka, ne petárdázzanak sokat, mert nekem is van 2 kutyám, és nem nagyon szeretik. Nekem is. Inkább egymásnak adjunk egy jó nagy ölelést, és gondoljunk valami szépre arról, hogy együtt vagyunk, és élünk, és talán átadjuk majd gyermekeinknek is ezt a földet békében, biztonságban, boldogságban. Horgas Péter, köszönöm, hogy itt voltál. Ez volt a heti 2-es Újhelyivel. Osszák meg ezt a felvételt, kommenteljenek alá, és segítsenek abban, hogy a
közösségi média, a Facebook algoritmusa sokkal közel eljuttassa. Boldog új évet mindenkinek, találkozunk január 1-én. Boldog új évet. Ez az egész bolygóra hatással lesz. Tudom, de akkor is annyira kiakasztó.